Sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és amint láthatjátok, ismételten egy mechanikus billentyűzetet hoztam el nektek. Volt régebben egy videó, ahol a Spirit of Gamernek a K500-asát teszteltük le, és elég nagy sikert aratott. És azért úgy gondoltam, hogy elhozom a nagy tesóját is, a K700-ast, és meg fogjuk ezt is nézni. Na most tulajdonképpen a márka ugye a Spirit of Gamers, ez igazából már elég jól ismert a csatornán, elég sok fajta cuccot néztünk már belőle, néztünk már fejhallgatót belőle, többet is, néztünk belőle billentyűzetet többet is, és hát ezeket eléggé szerettétek, és tényleg a visszajelzések alapján is azok voltak, hogy meg a komment szekcióban is, hogy tényleg ez egy jó billentyűzet, jó márka, és én is azt vettem észre egyébként, ahogy itt teszteljük a termékeket, hogy abban az árban, amiben egyébként a Spirit of Gamers adja a cuccait, ami egyébként baromira nem drága, tényleg megfelelő minőségben és megfelelő tulajdonságokban adja ezeket a termékeket, úgyhogy én ezeket bátran tesztelem és bátran nyúlok hozzájuk. Általában is úgy szoktam ugye kiválasztani a termékeket, olyan termékeket nézek meg mindig, amik árérték arányban megfelelők, és nem feltétlenül a prémium minőségre próbálok rámenni, hanem azokra, amik tulajdonképpen bárki számára megvehetőek, és egy relatív jobb kategóriát képviselnek. És azt gondolom, ez a K700-as és egyébként a K500-as, ami egyébként itt van mellettem, ezt is megmutatom, ugye erről már van videó, nézzétek meg, benne lesz a live-nak a leírásában, helyett a videónak a leírásában. Úgyhogy akit érdekel, az csekkolja le egészen nyugodtan. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó billentyűzet. És ha már itt vagyunk a méreteknél és az összehasonlításoknál, akkor most gyorsan megnézem a két dobozt. A nagy tesója, hát ennyivel kisebb. Így. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, remélem, hogy lehet látni, és nem lógok ki belőle. Szóval valamennyivel kisebb, én szeretem a kisebb fajta billentyűzeteket, úgyhogy nekem ez eléggé, hát hogy mondjam, a szívem közeli méret ez a billentyűzet. Úgyhogy lassan meg fogjuk nézni. Pár dolgot szeretnék róla elmondani, még mielőtt kibontjuk, mert a dobozán tényleg érdekes dolgok vannak. Ami szerintem az egyik legfontosabb dolog, és érdemes róla beszélni, az a szoftver. Ugye nagyon sokan kérdezitek általában a kommenteknél is, hogy ez a billentyűzethez éppen van szoftver, vagy nincsen szoftver. Én sem mindig mondom el, most már figyelek rá egyébként, hogy mindig el legyen mondva, hogy van, vagy nincsen hozzá szoftver, és igyekszem nektek egyébként ezt be is mutatni, vagy ha nem mutatom be, akkor legalább beszélek róla, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Na most ennek igazából a hátulján itt is láthatjuk, hogy van egy szoftvere, és a szoftveren csomó mindent lehet állítani. Köztük egyébként van 3 darab gaming profilod, tehát ami azt jelenti, hogy 3 profil beállítást tudsz alkalmazni, különböző kattintásokkal ezeket elő tudod hozni, és gyakorlatilag az egész profilod változott. Ami még fontos, az a háttérvilágításnak az állítása. Ugye láthatjátok itt a videónak az elején, hogy lehet változtatni a különböző háttérvilágításokat. Nagyon-nagyon jók vannak egyébként, és nagyon szerintem tök ötletesek is, és tök dizájnosak. Tehát ezeket is tudjátok változtatni, illetve ami még nagyon fontos, az a programozható gombok. Be lehet állítani különböző makrókat, be lehet állítani, hogy éppen mit csináljon, hogy csinálja, és ha jól emlékszem, akkor külön be lehet állítani egyébként a gomboknak a színeit is, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, de ahogy elnéztem, elméletileg működnie kellene ennek is. Jó? Na, kicsit még a technikáról. Az activation distance, tehát az aktivációja, amikor lenyomod a gombot, az 2 mm, ami azért nagyon fontos, hiszen nagyon durván gyorsan érzékeli a billentyűzet lenyomást, tehát amint 2 mm-t lenyomod azt a gombot, ő már is érzékelte, elég aktívan tudja a gombnyomásokat érzékelni, valamint 45 g lenyomás kell ahhoz, hogy meg tudjál mozdítani egy gombot a billentyűzeten, ami szintén nem sok egyébként, úgyhogy összességében én nagyon kíváncsi vagyok a kinézetére, ezek az adatok szerintem elég jók, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy gyakorlatilag hogyan is néz ki a billentyűzetünk. Tartsatok velem! Akkor most kinyitjuk szépen a dobozt. Igyekszem úgy kinyitni egyébként, hogy ti is lássátok. Hát a szokásos csomagolás igazából nem nagyon kell túlcsicsázni szerintem egy billentyűzetnek a csomagolását, sőt, gyakorlatilag egyetlen technikai dolognak sem, mert nem az a lényeg, hogy milyen csicsás csomagolásban van, meg nem tudom én milyen plüss mackó van benne, hanem az tényleg, hogy az a billentyűzet, wow, az egyébként mit tartom, az egy nagyon jó kis billentyűzet. Most nekem is új lesz, mert még nem jutottam ki. Hát a szokásos Spirit of Gamers cuccok, vagy gamer cuccok, egy ilyen adag matrica. Ezekről van tök jó. Nekem ez a logó egyébként tökre tetszik, remélem, hogy látjátok. Föl lehet ragaszgatni gépre, billentyűzetre, nem tudom én, füzetre, meg sorolhatnám még mire. Van hozzá egy ilyen Xperia K700-as Mechanical Expert keyboardos ismertető, ami egyébként a pozitívum ebben, hogy magyar
tényleg magyar. Illetve van hozzá ez a kiszedő, ami a videóban is volt, ugye, amivel szépen ki tudjátok szedni a gombokat, hogyha szükséges. Na, hát ennyit a dobozról, úgyhogy akkor térjünk át szépen a billentyűzetünkre. Eléggé masszív súlya van. Na most én nem győzöm azt elmondani egyébként ezekben a videókban, ezeket közben arrébb teszem, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy billentyűzetnek legyen súlya. Pontosan azért, mert amikor leteszitek a földre, helyette az asztalra, kinek mi. Szóval amikor leteszitek az asztalra, akkor ezek a nagyon könnyű billentyűzetek pikpak eltolódnak. Tehát így elkezded őket csúsztatni, nyomod a gombot, véletlenül nem tudom, stressz helyzetben vagy egy játékban, és így elkeveredsz, és így hirtelen nyomsz egy gombot, elcsúszik az egész. Na most ezen a billentyűzeten ismételten érzem azt, és el is szoktam általában mondani, ahol így ez tényleg feltűnik, hogy nehéz a billentyűzet. Nem azt mondom, hogy baromi nehéz, de hogy pont annyira nehéz, hogy azért ne tudjam dobálgatni. Wow! Hát ez elég jól néz ki. Na jó, hát megmutatom, hogy azért ti is lássátok, ne csak én. Így néz ki. Fém. Ez nagyon-nagyon jó. Fémes a külseje, ami egy ilyen eléggé, hát ilyen prémium hatású, sőt, szerintem, hát nem tudom, elég strapabírónak tűnik ez a cucc így első körbe. Látom ugye a szegecseléseket is, ami szintén ilyen kis dizájnossá tesz. Ezt gyorsan így megmutatom nektek, remélem, hogy látjátok. Itt vannak a különböző szegecselések. Nem tudom, ez kicsit ilyen future feeling. Nekem egyelőre nagyon tetszik, tényleg, szóval fémes borítást kapott, van egy nagyon kis dizájnos XK700-as feliratunk is. Szeretem egyébként ezt a K-s sorozatot ebbe a Spirit of Gamers-be, mert tényleg jók egyébként. Na, menjünk akkor végig rajta. Szövet, USB-s kábelünk van, ami most meg nem mondom egyébként, hogy milyen hosszú, hát szerintem másfél méteres. Jó, tehát van egy szövet, másfél méteres kábelünk hozzá, ugye a gombnak a lenyomását azt már tudjuk. 45 g kell hozzá, hogy lenyomjuk, illetve 2 mm a gomb lenyomásától számítva, hogy érzékelje és elküldje a jelet a számítógépünkhöz, ami szintén jó. A színét már láttuk, ugye azt megmutattam. Nagyon jó. Nagyon jó kis cucc egyébként. A hátulja, igen. Igen, végre valahára rájöttetek ti is, hogy ezt így is kéne csinálni, kábelelvezetés. Nagyon sok billentyűzetet teszteltem már, meg tudjátok nézni a csatornán, és nagyon sok olyan billentyűzet van, ahol nincsen kábelelvezetés, és egyébként annyira nem értem, mert annyira minimál dolog lenne egyébként odamarni ebbe a műanyagba egy ilyen kis kábelelvezetést, amivel gyakorlatilag azt tudjátok csinálni, hogy nem ugye itt jön ki középen, hanem el tudod vezetni oldalt. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, főleg azoknál, akiknek mondjuk úgy van megcsinálva, mondjuk, hogy oldalt van a számítógépük, és nem kell egy ilyen kábel rengetegen keresztül átmenni, hanem igényesen, normálisan át tudod rajta vezetni a kábelt. Na ez most itt van egyébként, és benne is marad, és át is tudom vezetni. És ami még a jó benne, hogy középen is ki van neki marva, tehát középen is tök igényesen el tudod vezetni, illetve a másik oldalt is, tehát mind a két oldalra van elvezető. Ez tényleg annyira minimális dolog, de annyira jól esik, nem tudom, hogy azért foglalkoznak ezzel, és nagyon-nagyon kevés billentyűzetnél látom tényleg sajnos. Na, nézzük, vannak neki nagyon nagy támlái, ugye ezt itt láthatjátok is. Elég stabilnak tűnik egyébként, na nézzük, letesszük és... Aha, jó, fogja rendesen. Aha. Oké. Jó. Billentyűzete egyébként a kialakítása az teljesen jó. A billentyűzet kiosztása magyar, még esetleg valaki, hát ha megkérdezné, és nem látszik mondjuk rendesen, remélem, hogy azért fog. Szóval magyar billentyűzet kiosztású, és hát nem tudom, ez egy első körben elég jónak tűnik. Na hát megvoltunk a gyors tesztünkkel, igazából egyetlen egy dolgot nem mondtam el még róla, ami nekem így feltűnt a játék közben, hogy ugye kihagytam ezt a kis tábláját, vagy támasztóját, amivel a csuklót lehet támasztani. Nem éreztem egyébként játék közben, hogy szükséges, de valaki szereti, valaki nem. Én például nem használok ilyeneket, de láttam már olyat, aki például úgy válasz billentyűzetet, hogy neki egy ilyen támasztékra szüksége van, mert mondjuk a keze nem feltétlenül bírja folyamatosan ezt az állást. Vannak ilyenek egyébként, nekem hál' Istennek nincs ezzel problémám, viszont nagyon sok ember szereti ezt a csuklótámaszt. Mondjuk én nem is játszom mostanában azért 8-10 órákat. Aki sokat játszik, annak lehet, hogy azért el fog fáradni a keze. Annak viszont itt van ez a csuklótámaszt. Még egy dolog, amit még így észrevettem játék közben, és szerintem fontos elmondani, az a gomboknak a magassága. Ugye ezek nyilván tesztelés közben jönnek ki. A gombok, így látjátok a legjobban, elég magasan vannak.
ami azt jelenti, hogy viszonylag könnyen el tudod őket érni, és elég kényelmes lenyomni őket. Na most ez nálam abszolút feltűnt, hogy nem kell nagyon-nagyon nagy erőkifejtést és oda nyúlnom a különböző gombokhoz, hanem kézre esik, és elég jól el vannak szeparálva egymástól a gombok, hogy ne nyomjak félre. Nem is nyomtam egyébként talán egyszer se félre a játékba, pedig az új billentyűzeteknél elő szokott az fordulni, hogy néha-néha az ember félre nyom, vagy lassabban tudja megnyomni a gombokat, mert egyszerűen nem állt még rá a kezed. Ennél én ezt nem nagyon éreztem egyelőre, nyilvánvalóan valamennyire furcsa volt, tehát hozzá kell szokni az új billentyűzeteket, viszont ez nekem nagyon tetszik, hogy ennyire magasan van, és elérem a gombokat, tehát ilyen jó fogása van, jó környezetet biztosít a kezemnek, de jó hangzott ez a mondat. Amit még esetleg el kellene mondani, az a Red Switch, ugye nekik saját gyártású switcheik vannak, ezek is szerintem baromi jók, és hát a hangzása, hallgassátok! Nem hangos. Egyáltalán nem hangos egyébként. Mondjuk a Red Switch-ek azért nem a halkságukról híresek, de azért ez nem olyan vészes. Nyilvánvalóan, aki nagyon-nagyon halk billentyűzetet szeretne venni, és nem szeretné, hogy hallják mondjuk a másik szobában, az ne vegyen mechanikus billentyűzetet. Ilyen egyszerű. Viszont hát a mechanikus billentyűzeteknek rengeteg előnye van, és hát el kell viselni azt, hogy ezek sajnos vagy nem sajnos, kinek hogy, mert valaki imádja például a hangjukat, én is imádom, hangosak. Na, el kell fogadni, ez van. Viszont sokkal strapabíróbbak, sokkal egyszerűbb őket nyomkodni, sokkal jobb a reakcióidejük, sokkal több gombot le lehet nyomni egyszerre, és még sorolhatnám egyébként azokat a pozitív tulajdonságokat, amiért inkább azt mondom, hogy elviselem a hangját egy mechanikus billentyűzetnek, mint sem egy gummembrános billentyűzetet használok. Jó? Na, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, tehát mindenféleképpen ajánlom mind a két billentyűzetet. A K700-ast egyébként itt van a videónak a leírásában, meg tudjátok nézni, meg tudjátok olvasni a specifikációját, illetve meg is tudjátok vásárolni, hogyha szeretnétek. A Foramax-nál egyébként, ha jól tudom, akkor most akciós is, és elég jó áron van, csekkoljátok meg, ott van a link a leírásban. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, hogy szeretitek ezeket a videókat. Ha szeretitek, akkor jelezzétek mindenféleképpen egy lájkkal, és hogyha még nem tettétek volna, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet. Én Jussu voltam. Sziasztok!